Üdvözlet mindenkinek, és 2022. május 17-én néhány dolgot szerettem volna megosztani, amit találtam azok közül, illetve amit küldetek nekem. Mindenek előtt azonban hagyj egyezzek meg annyit, hogy hamarosan az infobaba.hu weboldalra fogunk átköltözni, és ezek a videóknak a nagy része legalábbis át fog kerülni oda. Addig azonban marad minden a régiben, és remélem, hogy mindenki hasznosan fogja találni ezt a néhány percet, még akkor is, hogyha nem világmegváltó újdonságról lesz szó. Kezdjük ezzel a rövid videóval, ezzel a bejátszással. Ez Matolcsi György, jegybankelnök, az előadó, és arról beszél, hogy a világgazdaságnak mik az új szabályai. Ez a Magyar Köztársaság YouTube csatornán található ez a videó egyébként, de nézzük is. Tisztelt elnök úr, tisztelt asszony kedves Diana, hölgyem és uraim, tisztelt kollégák! Hát még mindig rendkívüli helyzetben vagyunk, és azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy negyedik hullám lesújtott ránk, vannak kevésbé lesújtó, sőt, jó híreink. A magam részéről most erre szeretnék összpontosítani ebben a vitaindítóban. A világgazdaság új szabályról szeretnék néhány gondolatot megosztani mindenkivel, aki követ bennünket. Ez azt jelenti, hogy nem beszélnék az új világrendről. De új világrend van, és az új világrenden belül alakul egy új világgazdaság. A szab... Nem is nagyon titkolják ezt már. Persze hozzászokhatunk az elmúlt néhány évben, hogy egészen nyíltan kommunikálnak azt, illetően ami, amire készülnek, illetve ami történik körülöttünk. Talán, ami ebből a videóból ki fog derülni, az alátámasztja mindazt, amiről én, meg oly sokan mások, akiktől én ezt az információt tanultam, illetve megértettem, amiről mi évek óta beszélünk, az pedig az a jelenség, amit hégeli dialektusnak hívnak, vagy hégeli dialektikának, ha ez szimpatikusabb valakinek, ez pedig a tézis, antitézis, illetve a szintézisnek a hármasa, Előre meg van a terv, létezik, hogy mi is az, amit szeretnének elérni, erre kidolgoznak bizonyos stratégiákat, módszereket, arra mi reagálunk, és a megoldás pedig az, amit ők már réges-rég elterveztek erre. És amiről beszél majd Matolcsi György, azt hiszem, hogy az, az tökéletesen ezt ábrázolja, hogy hogy is történik ez a világban. Aztán meg fogjuk nézni, nem sokkal ezután az élelmiszerárak növekedését, meg ezt a háborút, ami Ukrajnában zajlik, Oroszország és Ukrajna között állítólag. De ez mind része annak a hatalmas geopolitikai sakjátszmának, ami folyik a háttérben, illetve hát most már az előtérben. A szabályok részben újak, részben már az internet megjelenésével, tehát 1996-tól kialakulóban vannak. De ez egy hosszú folyamat, de az internetnek a megjelenése az kétségtelenül felgyorsította ezt. Hogyha valaki figyel és valóban hallja azt, amit mondanak, akkor az egészet minden egyes interjúból szinte össze lehetne rakni. A probléma talán az, hogy az oktatási rendszer segítségével az emberek. Sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam, de sokkal ostobábbak ma mint voltak néhány évtizeddel ezelőtt. Lehetséges, hogy, hogy a lexikális tudásuk, illetve az a tudás anyag, amit megszereznek, az nagyobb, azonban a józanész, a józanítélő képesség, a kreativitás, vagy a kritikai gondolkodás, azok mind-mind kihalófélben levő tulajdonságok és képességek, amiket a többség nem tud használni, ezért hát nem is érti azt, amit hall. Felgyorsította a 2007-2009 közötti amerikai és európai pénzügyi válság. Azért gyorsította fel, mert annak ez volt a lényege, ez pontosan azt támasztja alá, amit néhány perccel ezelőtt vázoltam. Megvan a végeredmény, amit szeretnének, ehhez kidolgoznak egy stratégiát, ami kiváltja a tömegekből azt a reakciót, hogy azután az ő megoldások, illetve tervük, az elfogadhatóvá, vagy akár kívánatossá válik az emberiség szemében vagy számára. Ezért is mondhatta Orbán Viktor a következőket abban a jól ismert interjúban, amit már én is felhasználtam, hogy az európai politika nagy része megrendezett, az európai politika nagy része megrendezett, az európai politika nagy része megrendezett, az európai az európai politika, de a világpolitika nagy része is megrendezett eseményekből áll, és ezeket az eseményeket azért rendezik meg, hogy aztán kiváltsák azt a hatást, amit el szeretnének érni. Lásd, az élelmiszer árak emelkedése, de az energiaár emelés is egy stratégiai elem a sok közül, ami megint csak alátámasztja azt, szerintem, amiről beszélek, hogy az eszközöket úgy manipulálják, amiket használnak, hogy aztán azt a hatást, amit szeretnének elérjék, és mi úgy reagáljunk, ahogy ők akarták mindig is. Volt akkor eurázsiai, illetve az emberül ázsiai pénzügyi válság Felgyorsította a görög, majd az eurozóna válsága. És... Ez, egy, ez egy újabb eszköz volt a kezükben, ezek a válságok, a görög és az eurozóna válsága, amire valószínűleg mindenki emlékszik, ami szintén közelebb vitt minket egy lépéssel ahhoz a globális idézőjebe véve persze, diktatúrához. Amit ők mindig is szerettek volna elérni. Minden jelentősebb esemény a történelmünk során az intelligens emberek közreműködésével és szervezésével valósulhatott meg. Hogy most hány ember van beépítve, mert ki mit tud, mindenkinek a saját dolga, hogy eldöntse azt, hogy mit hisz ezzel kapcsolatban. És most rendkívül módon felgyorsította a világgazdaság új szabályának az életbe lépését a járvány. Persze, hogy felgyorsította az a járvány, ami magában nem okozott volna különösebb problémát, azonban az intézkedések, amelyeket a kormányok a különböző nemzetközi szervezetek segítségével bevezettek, azok tönkretették a gazdaságot, illetve tovább fokozták azokat a problémákat, amik már amúgy is kibontakozóban voltak. Íme még egy ezek közül az elemek közül a következő. Európai Bizottság azt mondja, hogy úgy kell megvédeni a klímát, hogy rá kell szorítani az embereket arra, hogy minél kevesebb energiát fogyasszanak, minden évben központilag emelik az energia árát. Megmagyarázza ő ezt nem is olyan sokkal később, amikor azt mondja. Tehát, ha a brüsszeli bürokraták nem emelnék az energiárát mesterségesen, azzal egy eszközt találnánk arra, hogy az infláció a pénzromlás ütemét, az áremelkedések ütemét fékezni tudja. Azzal egy eszközt, azzal egy eszközt, talál, azzal egy eszközt találnánk a. Arra... arra találnánk egy eszközt, hogy hogyan is kell az inflációt csökkenteni. Míg ez egy eszköz arra, hogy hogyan kell az inflációt növelni értelemszerűen. Úgyhogy amiről beszéltem, nem mondhatja senki azt már, hogy ez csak én magyarázom bele, vagy én találom ki, elmondja azt, hogy az európai politika nagy része megrendezett, mint ahogy a világpolitika is néhány szervezet irányítja azt, és ezek. A válságok idézőjelben, amiről Matolcsi beszél, vagy Orbán Viktor éppen, ezek, ezek eszközök az ő kezükben. Erről beszélt? Nem, nem én találtam ki, nem, nem az én ötletem volt. Ő mondta, hogy ezek eszközök lehetnének a kezünkben, míg így az ő kezükben vannak ezek az eszközök. Talán ennyi elég is abból, amit mond, bár megnézzük, hogy mi az, ahogyan ez a gondolat befejeződik. Nagyjából tíz évet ugrott előre a technológiai. Futológiával foglalkozók szerint a világgazdaság új szabálynak az életbelépése. Tíz évet ugrott előre, Am, a, a, amit mondani szeretne, az az, hogy tíz évvel közelebb kerültünk ahhoz, amit meg szerettek volna valósítani. Ez a, az idézőjelbe vett betegség a világon, amit ők kezeltek aztán ezzel a nagyszerű gyógymóddal, meg a hullámok, ez tíz évet lendített előre, azon a terven, amit megvalósítanának. És csak gondoljon bele mindenki abba, hogy milyen energia meg erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy egy egész, hogy az egész föld lakosságát, mindenkit egy lendülettel tíz évre előre vigyenek a, a, abban, amit szeretnének elérni. Az, az nem kis eredmény. Csak éppen nem. Ugrál örömében Matölcsi György, amikor azt mondja, hogy nem mondom, hogy az járvány pozitív hatása, de a járvány gyorsít, katalizátor. Szóval a járvány az gyorsít, és a járvány az egy katalizátor. A járvány az egy eszköz, ahogyan Orbán Viktor is fogalmazott az élelmiszerár, illetve az energiaár növeléssel, valamint Földi László fogalmazott a háborúval kapcsolatban, most ő mondja ugyanezt a járványról. Tehát össze kell csak rakni kettőt, meg kettőt, és akkor mindenki látja, hogy valóban létezik egy törekvés, amiben kisebb-nagyobb szerepét mindenki eljátsza ezek közül az emberek közül. És én nem állítom azt, hogy Matolcsy György vagy Orbán Viktor tudatosan gonosz és félrevezeti az embereket. Nem vagyok benne biztos, hogy ez igaz, és nem is akarom ezzel őket megvádolni, de az kétségtelen, hogy sok. Cselekmény, illetve sok esemény a világban, az feltételezi azt, hogy hogy nagyobb számú embereknek beavatottaknak léteznie kell, akik ilyen vagy olyan módon, így vagy úgy, de tisztában vannak bizonyos dolgokkal, amikkel a többség, illetve a, a világ polgári idézője, vagy az országi, azok nincsenek tisztában. Na most ezen a szemüvegen keresztül vizsgálja meg mindenki azt, amit az élelmiszer árakról lát. Az a cél mindig is az volt, hogy az embereket nehéz helyzetbe hozzák, és erre a háború az egy tökéletes eszköz. Ahogyan azt Földi László is elárulja nekünk ebben a rövid bejátszásban. Tehát ha azt akarom elfedni, ha azt akarom elfedni, ha azt akarom elfedni, hogy ilyen profán hogy egyébként is a spirál, negatív spirálban lévő világgazdaság igazi okait nem akarjuk föltárni, nem keresünk valamiféle úgymond mondva csinált történetet, arra egy háború alkalmas, hisz a közvélemény az emberek, azt fogják mondani, hogy hát igen, sajnos ez az oka annak, hogy a körülmények negatív irányba hatnak. A háború megint csak egy eszköz. Ő ugyanezt mondta, amit Orbán Viktor. Orbán Viktor a energia áremelésről beszélt, ő pedig, Földi László pedig a háborúról. Ezek eszközök, amivel egy célt el lehet érni. És a cél az az, hogy az emberiség elfogadja a világkormány gondolatát, de nem csak a gondolatát, hanem azt a tényt, hogy ez az egyetlen megoldás a problémáinkra, miközben ez nem is lehetne távolabb a valóságtól. De nem lesznek szoverén államok, és majd hogy nem csak, ha egyáltalán bármiféle választási jogaink is maradnak. Nem is lehet majd szabadon gondolkozni, hiszen nem lesz szólásszabadság, mint ahogy most is már, az elég komoly szinten erodálódik az az intézmény, ha egyáltalán még lehet beszélni arról. De ezek az áremelkedések, amelyekről ír az Agroforum, most mindenki elolvassa, aki szeretné, itt van a link fölül, és akkor megértheti, de Áprilisban a fogyasztói árak általában 10%-kal meghaladták az egy évvel korábbi. Egy év alatt 10% volt az infláció. Most, hogy ez így lesz jövőre, nincs semmi garancia arra. Vagy egyáltalán kisebb, nagyobb, stb. De vissza nem fog korrigálni már arra, ami volt, legalábbis nagy valószínűség szerint. Ami azt jelenti, hogy 10%-kal kevesebb a, a fizető ereje minden fizetésnek. És ez csak egy újabb szorítás azon a képzeletbeli övön, ami mindenkinek most már azt hiszem, hogy kellőképpen a derekát feszíti. Ez a táblázat az élelmiszerek árának éves változásáról szól 2021. áprilisban. Arra gondolok én, hogy ez a százalékos, bár számomra nem egyértelmű, hogy mi az, amiről, mi az amire gondolnak. Ez a fogyasztói árindexek, Kiadások részletes csoportjai szerint az előző év azonos időszakához képest. Még egyszer, akit érdekel, ez agroforum.hu, de itt a következő, ez haszon.hu, ahol a kérdést meddig drágul még az élelmiszer, próbálják ők megválaszolni. Ez május 16 tegnapi cikk. Természetesen mindenre van egy magyarázat, mint ahogy arra is, hogy a földépesébe egy gömb. Így erre is lesz valamiféle tudományos magyarázat, azonban számunkra csak a tény marad, meg még egyszer ez haszon.hu, hogyha valakit érdekel, és a kérdés az, hogy meddig drágul még az élelmiszer. De itt is felsorolják azt, hogy Kínában keresendő, az afrikai sertéspest is miatt volt, vagy a, ez a betegség, ami a világban most mindenkit izgat különösebben, de most leg, legújabban ez a háború. Ezek különféle eszközök abban a stratégiában, amit, amiről beszéltem a videó elején. Így gondolkozzon mindenki. Próbáljam csak meg egy más szemüvegen keresztül szemlélni a világot mindenki, és akkor meg fogja érteni, hogy mi az, ami történik. Ez ha, és amennyiben ki, kiesést fog okozni ez a háború, ami most zajlik a gabonatermelésben, akkor ugye okosan ők észrevették azt, hogy ezt nem lehet pótolni, hogy is lehetne, hiszen nincsen legalábbis az ő világukban megfelelő mennyiségű terület, ahol ezt lehetne kivitelezni, ami azt fogja eredményezni, hogy még ha most nem is érezzük a hatását, de hamarosan fogjuk. És az a tény, hogy az emberek nagy része, mint ahogy én is voltam, meg még részben mindig vagyok képtelen gondoskodni magáról, akár csak alapszinten is, az, az egy komoly, ütőkártya azon erőknek a kezében, akik, akik ellen harcolunk, hiszen mindenki aggódhat azon, hogy honnan is fog majd tudni beszerezni élelmiszert akkor, hogyha esetleg a boltokban nem lesz elég rendelkezésre álló ezekből a dolgokból. Az utolsó ez az agroinform az másik meg az agroforum volt, de az agroinform.hu azt mondja, hogy a világban káprisi jelentés a számottevő élelmiszer áremelkedés jelez előre erre az évre. És az egyik ok az itt is a gabona készleteknek a kiesése. És az idén nincs probléma, ugyanis nem azt esszük, ami most a mezőn van, ez logikus, amit a mezőn van, azt vagy jövőre, vagy esetleg két év múlva fogyasztanánk, hogyha egyáltalán ide eljutna, azonban most, nem lesz, mivel a háború ezt megakadályozza. Már most talán csak a vak nem látja azt, hogy mi az, amire föl kellene készülnie mindenkinek, és én nem hallgatnék azokra a hangokra, akik azt mondják, hogy ez mindig is így volt, vagy ez félelemkeltés csupán, vagy akármi. Én nem vagyok szakembere semminek, ezért hát ne hallgasson rám senki. Csak nézze meg azt, amit mondanak a szakemberek, amiket bejátszottam ebben a videóban, és akkor az alapján hozzon egy döntést a saját életére nézvést. De azt mondogatni, hogy ez mindig is így volt, meg mindig is így lesz, az szerintem egyáltalán nem egy olyan stratégia, amit hosszú távon, vagy ami hosszú távon sikerre vezet majd bárkit. Úgyhogy bízom benne, hogy hasznosabb találtátok ezt a videót, és továbbra is lájkoljátok ezt a csatornát, illetve a videót, és adjátok ezt tovább, akinek csak szeretnétek. Az infobaba.hu oldalon pedig hamarosan reményeink szerint elkezdődnek a tartalmak. Addig is mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!